1968 tavasza. 13. fejezet. Michael a betonfalhoz vágta a labdát. Az egyet pattant, majd John, aki a felezővonalnál állt, elkapta. Én hátul voltam Tommyval egy vonalban. Inkább az időjárásra figyeltem, mint a játékra. Kora délután volt, és április közepéhez képest meleg volt az idő. A nap már erősen tűzött. A sugarakat visszaverte a keményre döngött kátránypadló. Kezünk, lábunk, arcunk hálásan fogadta a meleget. A levegő száraz volt, a páratartalom alacsony, lágy szellő fújt a hátunkba. A kézilabdapálya ritkán volt szabad, a fekete elítéltek felváltva használták, saját területük egy részének tekintették. Most azonban kikerültek a képből. Egy közös, megszervezett tüntetésen vettek részt, így fejezték ki felháborodásukat Martin Luther King meggyilkolása miatt, amely a hónap elején történt. A celláikban maradtak, semmilyen intézeti tevékenységben nem vettek részt. Még ahhoz is ragaszkodtak, hogy a cellájukba vigyék az ételt. Kezdetben az őrök úgy reagáltak, ahogyan várni lehetett. Megfélemlítést és erőszakot alkalmaztak, de a feketék keményen tartották magukat. A düh és a büszkeség felülírta a börtön szabályait. Az igazgató, aki nem akarta felhívni a külvilág figyelmét az intézetre, végül is elrendelte, hogy az őrök vonuljanak vissza. Hagyják, hogy a helyzet magától megoldódjon. A labda sötét foltként száguldott Tommy felé, aki kettőt hátra lépett, áthelyezte a súlypontját, meglendítette a kezét, de elhibázta. Megfordult, felvette a labdát, visszadobta Michaelnak. Nem jön be nekem ez a játék, nyafogott. Egyáltalán nem értem. Hát akkor tényleg nagyon örülök, hogy te vagy velem, feleltem. Mennyi az állás? Kérdezte Tommy. Nem állunk sehogy. Michael és John, ők állnak jól. Kérdezd meg tőlük. 6-0 ide. Michael felénk sétált a labdát pattogtatva, jobb kezét raktapaszok vették vastagon. Cseréljünk térfelet? Inkább pihenjünk egyet, javasoltam. Kicsit elszoktam az erős napsütéstől. Hát itt nincs valami sok árnyék, állapította meg Michael. Menjünk a fákhoz, az őrök még ott is látnak minket, és biztosan hűvösebb van, mint itt. Végigmentünk a fal mellett. A verítéket törölgettük arcunkról és karunkról. Egy kis gesztenyefa felé tartottunk, amelynek kóka tágai némi árnyékot ígértek. A szolgálatban levő őr tekintetével követett bennünket. Leültünk a fa alatt. Megtámaszkodtunk, lábunkat a fűhöz törzsöltük. Néztük a C-blokk négyszögletes homlokzatát, a téglaépületet, amely az utóbbi 7 hónapban az otthonunk volt. Szép a kilátás, szólalt meg John. Innen úgy néz ki, mint akármilyen más épület, mondta Tommy. Egyáltalán nem látszik rajta, hogy mi történik odabent. Sosem felejtem el, hogy néz ki, mondtam. Sem azt, hogy milyen odabent. Talán mégis. Így, Michael, ha szerencséd van. Megmondták már, mikor engednek ki? Fordult felém Tommy. Nox már megkapta a levelet az igazgatótól, feleltem. Meglengette előttem. Aztán összetépte. Mit gondolsz? Kérdezte Michael. Június végén, talán július elején. Bárcsak mi is mehetnénk veled, sóhajtott szomorúan John. Szép lenne, ha együtt sétálnánk ki innen. Én is azt szeretném, mosolyogtam rá. Ezen nincs értelme gondolkozni, ellenkezett Michael. Le fogjuk tölteni az 1 évet, 1 órával sem kevesebbet. Beszélhetnék Bobby atyával, ha kikerülök. Talán tudna intézni pár telefont, s lefaraghatna 1-2 hónapot. Nincs miről beszélni, mondta John. Rengeteg mindenről kell beszélni, Johnny, vetettem ellen. Ha az emberek tudnák, mi folyik itt, talán tennének valamit. Én nem akarom, hogy bárki is megtudja, Shakes. John szemébe könnyek gyűltek. Se Bobby atya, se King Benny, se kövér Mancsó. Se az anyám, senki. Én sem akarom, állt mellé Tommy. Nem tudom, mit mondanék annak, aki tudja. Veled mi a helyzet? Fordultam Michaelhoz. Te is hallgatni fogsz?
Nem jut eszembe senki, akinek tudni kéne erről, felelt Michael. Mások is voltak itt, vagy hasonló helyeken. Ők tudják, mi folyik itt. Akik nem voltak, azok vagy nem hinnék el, vagy le se szarják. Így is úgy is csak az időnket pazarolnánk. Szerintem még nekünk sem kéne beszélni róla, ha egyszer vége lesz, mondta John. Én is el akarom temetni Shakes, értett egyet Tommy. Olyan mélyre, amilyen mélyre csak lehet. Együtt kell élnünk vele, helyeselt Michael. Ha beszélünk róla, akkor még nehezebb lesz. Az emberek kérdezni fognak, vetettem fel. Hát csak kérdezzenek, hagyta jóvá Michael. Felállt, s leszette a nadrágjára tapadt fűszálakat. Kérdezzenek, és gondoljanak, amit akarnak. Az igazság köztünk marad. Örülj, hogy hazamész, Shakes, mondta John. A többit meg felejtsd el. És próbálj minden balhéból kimaradni, amíg haza nem érünk, tette hozzá Michael. Hát nélkületek igazán nem lesz nehéz. Mit csinálsz legelőször, ha hazamész? Kérdezte John. Bemegyek a könyvtárba, válaszoltam. Ott ülök, amíg csak akarok. Megnézem az összes könyvet, ami megtetszik. Nem kell majd sípszóra felkelnem. Csak ülök, és hallgatom a csendet. Tudjátok, mi hiányzik nekem a legjobban? Kérdezte Tommy szomorúan. Csukott szemmel a napfény felé fordította az arcát. Mi? Kérdezte John. Hogy egy nyitott tűzcsap alatt rohangálja késő este. A vízi jég hideg. A tornácokon mindenütt emberek, akik perecet esznek, és papírzacskóból isszák a sört. Szól a zene a nyitott ablakokból, meg a parkoló autókból, lányok mosolyognak ránk a kapualjakból. Istenem, olyan volt, mint a mennyország. A mennyország Mimi két szelet forró pizzája és olasz fagyia, mondtam. Kerolla sétálni a mólóknál, ábrándozott Michael. Fogni a kezét és a sarkon megcsókolni. Ennél jobbat nem is tudok. És neked, John? Kérdeztem. Nem akarok félni a sötétben. John hangjából kihallatszott a kétségbeesés. Nem akarom hallani, hogy az éjszaka közepén kinyílik egy ajtó. Nem akarom, hogy megérintsenek. Senkinek a kezét nem akarom érezni a testemen. Azt akarom, hogy tudjak aludni. Ne kelljen attól rettegnem, mi történik a következő pillanatban. Kilép be a cellámba. Ha ezt elérném, boldog lennék. Az lenne a mennyország. Vagy majdnem az. Egy napon így lesz, John, mondta Michael. Megígérem. Mindannyian megígérjük, erősítettem meg. Mögöttünk nem messze megszólalt egy őrsípja. Fejünk felett viharfelhők gyülekeztek. Elsötétítették az eget. A nap elbújt mögöttük.